– Apa, nagyapa! Tudtad, hogy holnap nem kell iskolába menni? – kérdezte otthon az okostelefont nyomogató fiú. – Persze, hogy tudom – válaszolt az apa, aki szintén telefont nyomogatott. – Miért nem kell menni? – morogta a nagypapa. – Mert március 15-e lesz holnap, és nem kell tanulni. Így a válasz. – Ah, de jó – mondja az apuka. – Nekem sem kell dolgoznom. Pedig, ha tudnátok, morogja újfent a nagypapa, mi történt akkoriban? Hát ünnepelnet kellene. Olvas legalább utána. De hát azt sem tudom, mit keressek, válaszolt a gyerek. Tisztelt ünneplő sárváriak! Márai Sándor írja, ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül ünnepeltek. Mennyire fontos az ünnep egy olyan világban, amelyben a korábban említett párbeszéd zajlik. Sokszor érezhetjük, messze vagyunk ezektől a szép és egyszerű gondolatoktól. Könnyű volt a régieknek, gondoljuk magunkban. Nekik nem kellett sietni sehova ők ráértek, mondaná az előbbi dialógusból az apa. Sokszor érezzük, az élet szinte végig rohan rajtunk. Vagy mi az életen? Egy biztos, a hétköznapok és a hétvégék is úgy eltűnnek, hogy utol sem érjük. A tennivalókat sem. Felgyorsult a világunk. Nos, figyelemmel modern korunk vívmányaira azt javaslom, szóljunk a korábban elhangzott dialógus fiatal emberének, a média lejátszón kapcsoljuk be a lassított lejátszást, és írjunk be egy-két szót a kereső alkalmazásba. Hazaszeretet, szabadság, nemzeti ünnep. Kezdjük csak ezekkel. A régi emberek azt mondták, egészen addig maradunk gyerekek, amíg meg nem tudjuk, mi történt születésünk előtt. A magyarok története hosszú történet, van mit megtanulni. Aki felnőtt, tudja azt, amit tudnia kell. Honfoglaló őseink a szabad nyugati hazát választották. Az Árpád ház a vezérek szabad akaratából lett irányítójuk, vezetőjük. Döntöttek a kereszténység felvételéről, és védelmezték hazájukat az oszmánok, a Habsburgok és a szovjetek ellen is. Ilyen a magyarok története. A szabadság és az az iránti vágy végigkísérte évszázadainkat. Most itt vagyunk, hogy emlékezzünk a 172 évvel ezelőtti eseményekre. Talán éppen tudatosan, vagy mélyben a hátunk, hátul eszünkbe jutottak márai szavai. Tudjuk jól történelmünket, de mégis szeretett kötelességünk, hogy újra meg újra átéljük ezeket a pillanatokat. 1848. március 15-én robbant ki Pesten az ifjúság által vezetett forradalom. Nyitányát adva Magyarország másfél éves szabadságküzdelmének. A Párizsból induló forradalmi hullám két nap alatt jutott el Bécsből, a magyarság szellemi életének központjába. A pesti megmozdulás főszervezői fiatal értelmiségiek voltak. Petőfi napjója szerint a Pilvax kávéházban született meg a forradalom akcióterve. A szervezők először az ifjúságot szólították magukhoz az egyetemtérem, aztán lefoglalták Landerer nyomdáját. Innen került ki a követeléseiket összegző 12 pont, és Petőfi forradalmi hangvételű verse, a Nemzeti Dal, mely írások máig szimbolizálják március 15-ét. Röplapok segítségével délután három órára a Nemzeti Múzeum kertjébe gyűlést hirdettek. A múzeum kertből a tömeg a városházára, majd Budára a helytartó tanácshoz vonult, hogy kiszabadítsa börtönéből Táncsis Mihályt. Más városokkal ellentétben Pesten nem próbálták fegyveres erővel feloszlatni a tüntetéseket, a forradalom vérontás nélkül zajlott. Az eseményekre legnagyobb hatással Kossuth március 3-i országgyűlési beszéde bírt, melynek reformkövetelései a 12 pontban jelentek meg. A pesti forradalom hatással volt a pozsonyi rendi országgyűlésre is, döntő győzelemre segítve a reformok pártján állókat. A pesti forradalomnak is köszönhető az áprilisi törvények megszületése, amelyek eltörölték az elavult, rendiségen alapuló politikai rendszert, és lehetőséget biztosítottak a polgári fejlődésre egy majdnem teljesen önálló Magyarország számára. Március 15-ét joggal tartjuk legnagyobb nemzeti ünnepünknek, mely nap minden korban a magyarság szimbóluma maradt. Nos, ezek lennének a történelmi tények. Azonban néhány fontos dologra mégiscsak rá kell világítanunk. Újra meg újra. Pontosan azokat kell elmondani, amelyek ma is valódi értéket továbbítanak számunkra. Hogy melyek ezek? Márciusi ifjaink nem sokat gondolkodtak. Neki indultak és megcsinálták. Időtálló tet lett, azóta 172 éven át szólt és szól a talpra magyar, a szabadság iránti vágy esküje. Március 15-e a fiatalok érzelmi megmozdulása volt, amelynek a mai napig megvan az ereje. Nem csak egy száraz gondolat, hanem érzelmekkel átitatott tettek egymás, után, egymás utánja, így 1848 mély nyomot hagyott a nemzeti emlékezetben. Mint a lett, amelynek elemei visszatértek a kiegyezéskor, valamint az 56-os forradalomkor is. És tegyük hozzá, visszatérnek ma is, amikor nemzeti önállóságunkat kell megőrizni, végeredményben pontosan azt, amiért 1848 lett. Kevés olyan történelmi pillanata van a magyarságnak, amely ilyen mértékben alap lehet számunkra, amelyre építkezhetünk, amelyet akár lélekben is megélni elmondhatjuk magyarnak lenni jó. Március 15-e a Nemzeti Egység Ígérete. Legyen béke, szabadság, egyetértés. Olvashatjuk a 12. pont elején. Legyen valami felsőbbrendű, egy közös nemzeti cél egy független magyar nemzet. A nap máig formálja a magyarság identitását, a nemzeti büszkeség népből nemzetet teremtett. Ugyan hivatalosan 1928-ban vált nemzeti ünnepé, és mint ilyen komoly hatással volt számos népi motívum létrejöttére, képzőművészeti, zenei alkotásokra. Piros betűs ünnepeink közül sokunknak a legkedvesebb, talán azért is, mert a tavasz első sugarai ilyenkor már círógatját arcunkat. Talán erre is gondolt Márai a fent idézett sorok írásakor. Ismerve közös történelmünket, de figyelme a mai világunk folyamatait, eseményeit, úgy látszik sok feladatunk adatott. Valahogy a magyaroknak mindig sok feladata van. Nincs semmi ingyen. Mindenért meg kell küzdenünk. Vannak országok, generációk, akiknek sokkal egyszerűbb az élete, ahova csak megszületni nehéz. Öröm látni a fiatalokat, és persze mindannyian fiatalok maradunk mi is, és maradunk a jövőben is. A digitális korban felnövő korosztályok csupán egyharmada tűzi ki a kokárdát, és sajnos sokuk számára semmi jelentése sincs. Ugyanennyien kötődnek csak a mai naphoz, mint a legfontosabb nemzeti ünnephez de jelentős részben inkább a tűzijáték játékkal színesített egyéb napokat kedvelik. Annak is inkább csak a hangos részét. Lehet, ha ma élne Petőfi Sándor, akkor Facebookon és e-mailben, esetleg tévében üzenne a népnek. Nos, feltehetjük a kérdést. Menő még a haza szeretet? Vannak, akik azt mondják, a fiatalok között nem dívik a haza szeretet. Egyre inkább nyugatiasodunk, kozmopolitábbá válunk. Kevés a hazafi, mondják. Nem egyszerű megfogni őket, talán a rep fiatalosítaná a forradalmat. Egy erdélyi fiatal úgy fogalmazta meg, az általános iskolában túl volt misztifikálva, egyfelt, egyfajta legendaként tálalva a nap. Petőfi, ahogy lenéz és lecsújt a szavalataival mindenkire. Izgalmas volt akkor is, de aztán valahogy lekerült a földre akkor lett szép és közvetlen. Igen, érdekessé személyessé kell tenni a történetmesélést. Modern köntösbe csomagolva megtalálhatjuk a hangot. Nincs minden veszve. Hatalmas a tanítók, tanárok felelőssége, ugyanakkor lehetősége is. Formálják a következő nemzedéket, aki a keszekusza világban még magyarnak valhatja magát. Erősítheti a magyar identitást, és pozitív nemzet tudatot építhet fel a fiatalokban. Vannak hagyományőrzőink, kórusaink, zenekaraink kiváló magyar indulókat játszva, a népviseletet büszkén vállaló táncosok, akik energiát, időt és pénzt áldozva összejönnek, dolgoznak úgy, hogy kulturális szimbólumainkat büszkén viselve történelmet játszanak, és ezzel történelmet írnak. Itt vannak a múzeumok, a történelmi emlékhelyek, a múlt bástyái. Építhetünk azok értékeire. Sárváriak, magyarok, akik tudják, mi a magyar virtus. Akik életét visznek a szürkeségbe, és kinevetik a lassú nemzethalált, mert van hitük. Mint ahogy az 1848-asoknak is ott volt a hite. Igazán csak a hitük volt. Ezek az emberek az igazi örökösei 48-nak. Nem tudatból kell ünnepelnünk, érezni kell, ez a fontos. Jó érzéssel pedig azt tudjuk ünnepelni, ami igaz. Az idő igaz, és eldönti, ami nem az. 1848 óta az idő már eldöntötte, mi igaz és mi nem az. Kiszórta, ami könnyűnek találtatott, és a rostán csak az igazság maradt fenn. Az igazság az, hogy a magyaroknak joguk van a saját hazájukhoz. Joguk van a saját magyar életükhöz. Jöhetnek nehéz idők, ahogy 1848 után jöttek is, amikor röki az igazságot a megszálló nyers erő. Azonban nehéz időkben is élni kell. Voltak idők, amikor nem élhettünk úgy, ahogy akartunk, csak ahogy lehetett. De az igazság ilyenkor is igazság marad, mert az eszmények mindig is a valóság felett állnak. Éppen idén száz éve, hogy elszenvedtük a magyarság történelmének egyik legnagyobb traumáját, a trianoni diktátumot. Évtizedekkel később megkaptuk a Szovjetuniót is, nagyon közeli szomszédul. De a megpróbáltatások közepette is túléltünk, és történelmünk erős talapzatán mindig is túl fogunk élni. Aponyi Albert mondta egykor, Magyarország sírját ásták meg, de mi magyarok ott leszünk a sírások temetésén mert el akartak bennünket temetni, de nem tudták, hogy magok vagyunk. Nos, mint mindig és minden nap, itt az idő, cselekednünk kell. Sok a feladatunk. Először is magunkban. Ahogy Böjte Csaba írja, arra születtünk, hogy mi is ajándékká váljunk. Minden, amit van, vagy a szeretetet hordozója, és akkor szárnyaddá válik, az égbe röpít. Vagy meddő súly, bőrönd, amelyet hurcolsz, és önzéssel minden lépésedet keservessé teszed. Amit szeretetből odaajándékozol gyermekeidnek, társadnak, nemzetednek, örökké a tiéd marad. Mi magyarok sokat adtunk a világnak. Példamutatást, hitet, kiváló tudósokat, Nobel-díjasokat. És még fogunk is adni, mert Magyarország egy csodálatos ország. Gyönyörű helyen, egyedi kultúrával. Fantasztikus emberekkel, mert mindenki tud valamit adni a hazának, és tudunk adni egymásnak is. Nézzünk csak körül, mindenki a saját kis környezetében. Büszkék vagyunk hazánkra és hitünkre. Szeretjük Magyarországot, mert ez a mi földünk, a mi örökségünk. Boldog idők, biztonság, gyarapodás, munka, hit, egymás tanítása, a generációk közötti szakadékok eltüntetése, a magyar és benne a sárvári identitás építése, az élmény, a magyarok egymásra találásának élménye. Ezek legyenek céljaink. Mi, magyarok, nem azért vagyunk a világban, hogy elszenvedjük az életet és leéljük napjainkat, hanem azért vagyunk, hogy megéljük azt és értelmet adjunk neki. Itt az idő, cselekedjünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.